Sziasztok, én Nagy Gergely vagyok, ti pedig a Calvinista apologetikát nézitek, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és köszöntünk mindenkit. Ha valaki nem tudná, akkor a Calvinista apologetika egy alapvetően keresztény hitvédő szervezet, és a missziónk, az a célunk, hogy megismertessük a kereszténységet nem keresztényekkel, és felmutassuk a kereszténység észszerű oldalát, megerősítsük a híveket, és párbeszédeket kezdeményezzünk hívők és nem hívők között. Éppen ezért szervezünk vitaesteket, moderált vitákat és beszélgetéseket. És ma sem lesz ez másként. Ma este Kardos Horváth Jánossal, a Kaukázus zenekar frontemberével fogunk beszélgetni arról, hogy hogyan éli meg János a hitét, hogyan keresi Istent, hogyan hatott ez az egész az ő zenéjére, és hogy mi egyáltalán az evangélium, kicsoda számára Jézus Krisztus. És mindeközben olyan számokat is fog játszani a beszélgetés közben, amik valamilyen formában kapcsolódnak a ma este témájához majd. Azt szeretném elmondani, mielőtt elkezdenénk, hogy a mai beszélgetést a sitedesign.hu, a vállalati informatika szakértője támogatta. Az ő linkjüket megtaláljátok a leírásban, és külön szeretném megköszönni a támogatásotokat, amik nélkül még nem jöhetett volna létre ez a beszélgetés, akár a megosztásokat, a feliratkozásokat, akár a Patreonon keresztüli anyagi támogatásotokat, és hogyha úgy gondoljátok, hogy fontos, amit teszünk, és tetszik nektek a missziónk, és támogatni szeretnétek bennünket, akkor iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot erre a videóra, osszátok meg az anyagainkat, vagy nézzétek meg a többit, hogy minél több emberhez eljuthasson, és hogyha anyagilag szeretnétek támogatni bennünket, akkor a Patreonon megtehetitek, mindent megtaláltok ezzel kapcsolatban a leírásban.
És ha ma esti beszélgetésünk egy rendhagyó beszélgetés lesz, ugye eddig a csatornánkon főleg keresztények, illetve ateisták, agnosztikusok szerepeltek, de János nem egy klasszikus keresztény, és semmiképpen sem ateista, vagy nem hívő ember, de fontosnak tartottuk azt, hogy egy baráti beszélgetés keretében ez a hang is megjelenjen a csatornánkon, hiszen ritkán ülünk le ilyen témákról beszélgetni, úgy, hogy alapvetően mind a ketten hívőnek tartjuk magunkat, de mégis különbözik valamennyire az Isten képünk. És nem is baj, hogyha nem értünk majd egyet mindenben a beszélgetés során. A másik apropója a ma esti beszélgetésnek, illetve zenés beszélgetésnek az az, hogy ugye karanténban ülünk már néhány hete, néhány hónapja, ami kapcsán sok zenész elvesztette az elsődleges bevételi forrását, és így szeretnénk Jánost támogatni. Én legalábbis így szeretném meghálálni azt a sok kedves emléket, amit a zenéjével, zenéjükkel, koncertjeikkel szereztek számomra. És hogyha van közületek olyan, aki szintén támogatná Janót, akkor a leírásban megtaláljátok az ő számlaszámát is. És még annyit szeretnék leszögezni, szia Janó, most már látunk téged is, hogy nem vagyok alapvetően riporter, tehát ne várjatok valami Kadarkai Endre-féle magasságokat, vagy éppen mélységeket tőlem, ez egy szimpla beszélgetés lesz, és reméljük, hogy jól fogjátok érezni magatokat. Közben oldalt élőben tehettek fel kérdést majd, hogyha lesz, akár Janó felé is, és a beszélgetés végén pedig majd egy pár percben Janó azt ígérte, hogy néhány, nem sok, de néhány dalkérést is akár teljesít majd a beszélgetés végén. Szóval szia Janó, tök jó, hogy itt vagy. Szia Gergely, üdvözlöm a kedves nézőket, ha-hó. Azt szeretném kérni, ha-hó, hogy aki esetleg nem ismer, annak körülbelül egy percben mutatkozz már be, mit kell tudni rólad, ki vagy te egyáltalán? Az vagyok, aki reggel megitta a teáját, összesöpörte az udvart, megetette a kutyákat, elültetett egy tő paradicsomot, aztán egy kicsit ásott, aztán átment az anyukájához elkérni a tavalyi adóbevalláshoz szükséges adásvételi szerződések másolatát, aztán a gyerekeim is itt voltak, és meglátogattam, őket is vittem, hoztam, és most itt beszélgetek. Nyilván ez egy ilyen kicsit cinikus dolog volt, de olyan sok minden, egyébként nem sokkal több az ember, mint amit tesz. Kardos Horváth János a nevem, 1981-08-27 a születésnapom, úgyhogy muzsikával foglalkozom, de nem készültem direktbe zenésznek, sem dalszövegírónak, inkább ilyen autodidakta módon jutottam el erre a pályára, az összes szépségét, nehézségét, bukkanókat, döccenőket, emelkedőket, pokoli mélységeket mind megtapasztaltam benne, ami vele jár. Nyilván ez egy olyan fajta hivatás, talán így lehet mondani, inkább mint szakma, ami 24 órás szolgálat és feladat, és nincs olyan, hogy az ember kikapcsol. Alapvetően alkotó embernek tartom magam, egy világgal törődő alkotó embernek, hogy ez pontosan mit jelent, azon én is nagyon sokat gondolkozom, hogy hogyan lehetne még jobban. Szorongó is voltam nagyon sokáig, meg ilyen dep is, nyilván az ilyen művészeknek, akik abból élnek, hogy kitalálnak valamit, és ezt úgy közszemlére bocsátják, az mindig van egy ilyen megfelelési kényszerszerűség, hogy ez most tetszeni fog, vagy nem fog tetszeni, de ezt egyre inkább próbálom elengedni, és milyen csoda, hogy amióta elengedtem, az utóbbi 10-12 hétben legalábbis biztos, azóta valahogy jobban érzem magam, úgyhogy amilyen zenekarok, együttesek a nevemhez köthetők, az biztos, hogy a Kaukázus. Tizen sok éve alakult Tatabányán, volt egy-két szép korszak, sok jó dal, viszonylag újszerű dalszövegek, mert ilyen ökológiai elemeket én beemeltem a szövegvilágba, ez mondjuk hogy egy kicsit úgy kitűnt, vagy elütött a többi együttestől, ez a mai napig így meg is van. Nekem nagyon fontos a természet közelsége, meg ez a jó értelembe vett földhöz ragadtság,
Aztán, amikor megszülettek a nagy orosz gyerekeim 2006-2008-ban, akkor ez a rockstárság ez egy kicsit abba maradt, és akkor a gyerekzenék felé fordultam, alapítottam egy gyerekeknek szóló muzsikáló együttest, ennek az a neve, hogy Hahó együttes, ezzel is egyre inkább tudunk játszani, koncertezni, és egyébként még, ami az én kedvencem, az mindig az ilyen tábortűzi gitározásszerű, sokan úgy szokták ezt csúfolni, hogy ilyen pole beat, hát nem tudom, de hogy azt is szeretem, tehát valahogy így lehetne ezt összefoglalni, hogy ki vagyok én. Igen, és mindaközben, ugye, amit elmondtál, hogy akár a Kaukázus kapcsán globkrit zenéket játszottál, társadalom kritikával megtűzdelve, mégis, ugye, és ezért is vagy itt én is, illetve gondolom mindenki, aki hallotta a zenédet, vagy hallgatta a zenédet, kiérezett valamiféle olyan hátteret, amiben mégis ott volt valamilyen formában a transzcendens, és akár például mondhatjuk azt, sőt, konkrétan felléptél a Széll Rózsa Evangélikus Fesztiválon és a Debreceni Nagy Templomban is. Még így az elején azt elmondod, hogy hogyan vetette erre a két helyre az utad, hogy mit kerestél te ott nagy kritikusként, vagy akár már akkor már nem is voltál annyira kritikus. Hát a konkrétan erre a kettőre megmondom, hogy szintén nem emlékszem, tehát nem minden hívás érkezik be hozzám, de gondolom úgy kerültem a Széll Rózsa Fesztiválra, hogy ez egy olyan fesztivál, hogy keresztény fesztivál, hogy azért vannak mint a rock zenekarok is, és akkor volt itt egy pici átfedés, hogy itt vannak olyan szövegek, meg vannak olyan dalok, amiben tudott találni a keresztény fiatalság is, hogy az őket szervező emberek valami ott, hogy na, ez így érték, mondjuk más, mint a tankcsapda, vagy mit tudom én, és akkor így oda keveredtem. A Debreci Nagy Templom az érdekes volt, ott hozzám érkezett be a hívás, és hát van egy ilyen generációváltás szerintem az egyház szervezésben, vagy volt, nem tudom most már hol tart éppen, de hogy a generációm, amikor odaért, hogy kispapok lettek, aztán papok, és akkor egyszer csak ott találták magukat, hogy hoppá, ők szervezik a dolgokat, akkor mivel sorstársak, generációs társak voltunk, gondolták, hogy elhívnak engem. Az egyébként részemre egy elég béna fellépés volt már a Debrecen Nagy Templomi. Régen volt már, szerintem 2013-ban, nyilván nagyon beparáztam, tehát az egy ilyen történelmi helyszín, és nagyon sokat beszéltem, túl sokat beszéltem a dalok között, ott a hangosítás is azért egy nehéz kérdés, mert egy ilyen templom az nagyon nagy, és ilyen, minden ilyen nagyon monumentális, és nagyon visszhangzott is az egész, de jó, nagyon jó tapasztalat volt, és utána sokáig is ott beszélgettünk, olyan nagyon sokan nem voltak, mint mondjuk egy átlagos misén, tehát 40-en, 50-en, bocsánat, de az úgy jó volt. Szerintem egyébként azt akarták a szervezők, hogy személyemen keresztül találkozzanak az egyházzal, a Jézussal, az igével, olyan emberek is, akik egyébként ettől távol lennének. Én is nagyjából ezen a vonalon fogunk ma mozogni. Hogyan találkoztál te akár Jézussal, akár az igével? Mondjuk, ha gyerekkorodra tekintünk, hogy megkereszteltek egyáltalán, hogyan nőttél fel? Azért fogunk, bocs, csak hogy akik néznek minket, azért fogunk kicsit olyan témákba belemenni, inkább amikről nem kérdeztek még téged, vagy nem kérdezték a Janót, mert hogy tényleg ezt az oldaladat, bár nagyjából tudják, hogy van, de mégsem nagyon fejtetted még ki sehol, tehát annyira nem ismerhetik. Tehát ki volt a kis János, ahogyan nőtt fel? Ja, a kis János az a rendszerváltás szülöttje volt, és a rendszerváltás próbababája. Ugye 81-esek, ez a millennium generáció, mert mi voltunk 2000-ben 19-20 évesek, úgyhogy amikor én ilyen 9-10 éves voltam, akkor volt ez a rendszerváltás, 90-es évek eleje, addig ugye, most messziről mondom, addig ugye tilos volt ez a hittam, vagy úgy nem nagyon volt ez divat, és akkor utána bejött. Én elkezdtem járni hittanra, a római katolikus hittanra, amit tudom, alsó tagozat negyedikbe, de ott az nagyon nem jött be, éreztem egy ilyen furcsa hangulatot, egyébként Aranyos Mária néni volt
hittantanár, de ő nem nagyon értette a gyerekek nyelvét, és engem az egyáltalán nem érdekelt, és így nem szólított. Meg inkább ott az a szigor volt az, amit ő közvetített, meg ilyen, hát már akkor is egy kicsit úgy ciki volt ez az óvodás stílus, ami ott így volt, de érdekes volt, mert nem az iskolában volt, hanem át kellett menni a templom mögé, ott a kis sekrestyébe, szóval ez ilyen kaland volt. Aztán, ami jobban megérintett, az érdekes, mert a 90-es évek elején lett egy ilyen kis csoportosulás, vagy nem is tudom, hogy kell hívni, az van neve, hogy Gabona Mag Alapítvány. Kezi csókolom a Szilágyi Éva néninek és a Szilágyi Zoli bácsinak. Ők, kérlek szépen, baptista vonalon kezdtek el gyűjteni gyerekeket, és az én anyukám akkor a 7. kerületben dolgozott, és őt is megtalálták, úgymond, mert a Veselény utcában volt a baptistáknak, és van a mai napig egy nagy imaházuk, és akkor azt próbálták meg feltölteni, és mindezt egy svájci pofának a missziójaként, tehát neki nagyon sok gyereke volt ennek a svájci pofának, és akkor ő, ilyen Gabona Mag, megpróbálta ezt az addig lefedetlen piacot, mondjuk így, Kelet-Európát valahogy bekapcsolni ebbe a vérkeringésbe, és akkor én 2 hetente jártam oda ezekre a szeánszokra. Na, az egy nagyon-nagyon jó kis közösség volt, igazából világi gyerekek voltunk, mindenki ilyen harmadikos, negyedikes, teával, kaláccsal vártak minket egy ilyen kis földszinti alaksori szobába, tök jó fiatalok voltak, ilyen mondjuk ifik, és ott szombat délutánonként hallgattuk az Zoli bácsitól a történeteket, de nagyon ügyesen szónokolt, nagyon jó volt ez az egész megfogalmazva, nekem nagyon tetszett, hogy volt gitározás, és akkor ott leültünk, voltunk 30-40-en, úgy körbeültünk, és akkor jött mindig egy idősebb srác, és akkor ő gitározta ezeket a keresztény dalokat, és hát ugye akkor mindenki a nagy változást akarta, meg azt szerették volna a szülők, hogy tanuljon nyelvet a gyerek, meg menjen külföldre, ki tudja, mi lesz itt, mondom, az egy nagy változással teli korszak volt, és az volt az igazi csábítás, hogy nyaranként szerveztek a Gabona Mag Alapítványt 3 hetes külföldi utazást, ilyen 3 hetes tábort, és az első az Angliába volt, hát ez nagyon nagy szó volt, 92-ben vagy 93-ban, vagy 3 hétig Angliába, és akkor összeszedtek egy busznyi gyereket, a Gabona Mag Alapítvány, a fele az intézeti srác volt, úgyhogy tökre mélyre merítettek Éva nénék, a busz fele ők voltak, és a busz fele meg mi ilyen, hát idézőben családos gyerekek, és akkor busszal mentünk, 3 napig utaztunk, mindenki felcucolva, Angliába, Dél-Angliába, Bournemouth mellé egykori angol kiképző központba, egy ilyen repülőbázisra szállásoltak el minket, ott volt a tábor, ahol ilyen barakokban laktunk, valahogy meg volt ott csinálva, emlékszem, volt ott egy ilyen nagy Stratfordshire Terrier kutya, meg repülők, meg ilyen kommandós pálya, és akkor ott volt egy szép napirendünk, minden reggel volt reggeli, én ott találkoztam például először a cornflakes-el, az nagyon jó volt, akkor még hihetetlen, tényleg mondjuk 30 évvel ezelőtt ezek Magyarországon ilyen nagy dolgok voltak, és akkor szépen mindenki megreggelizte, és akkor utána kis szabad foglalkozás, tök jó nagy parkja volt annak az egésznek, és akkor délelőtt ige foglalkozás volt, hát az alapsztorikat, ha mondhatom itt, így a vizen járán, a Jézusnak az alapsztoriait, azokat ott ismertem meg, és ott jegyzetelni kellett, voltak játékos feladatok, csapatokra voltunk osztva, és ott is nagy, szóval nagyon jó közösségi élmény volt, meg hangulat volt. Ott egyszer-kétszer megéreztem így a közös éneklésekben valamilyen lelki rezdülést. Nyilván ezek az énekek, ezek a keresztény énekek nagyon aranyosak, ugye nagyon sok 19. századi németalföldi ismeretlen szerző, de ezek tök jó énekelhető dalok, ilyen energikus, emelkedik a refrén, és ezeket nagyon-nagyon jó volt ott együtt énekelni sok-sok gyerekkel, meg az intézetisekkel is barátkozni, meg egyáltalán megismerni, meg a turisztikai, kulturális programok is tök érdekesek voltak, és amikor vége lett a nyárnak, akkor folytattuk szeptemberben újra, találkoztunk a baptistákkal, mindig kaptam verseket, hogy a Veselény utcai imaházban, amikor volt
karácsony, meg húsvét, akkor ott föl kellett mondanom a gyülekezet előtt ilyen nagyon nehéz felnőttes verseket, azt annyira nem szerettem, de nem volt semmi szó arról, hogy itt most meg kell keresztelkedni, vagy nem volt arról szó, hogy itt most ez egy ilyen nagyon szigorú rendbe kell tartozni. Az én szüleim nem éltek vallásos életet, művelt első generációs értelmiségek voltak, úgyhogy teljesen tisztában voltak a Bibliával, meg ennek az erkölcsi hozadékaival, nem nézték igazából rossz szemmel, sőt, nagyon örültek, hogy én egy rossz gyerek voltam, sem is magatartásom problémáim voltak, és így örültek, hogy na, ez majd akkor rosszat nem ártani, nem árt a gyereknek, legalább majd tanul valami kis rendet, és akkor valahogy így, én ott ezt úgy megkedveltem, de aztán természetesen volt egy következő utazás Svájcba, a másik nyáron, akkor már Svájcba volt, ott ugyanilyen tábor volt 2 hétig, ott fokozódott az elmélyülés, aztán a következő évben ott már volt egy váltás, mert akkor időközben én is megtanultam gitározni, és akkor én ilyen világi dalokat is szerettem gitározni, és amikor a harmadik utazás ez már Erdélybe ment, és akkor ott nyilván már a busz hátuljában foglaltunk helyet, és akkor ott már mentek a világi dalok is, és akkor az Oli bácsi, ez az aranyos Gabona Mag Alapítványnak az elnöke, végtelenül okos, értelmes, intelligens ember, bemondta a busz mikrofonjába, hogy kérjük szépen a világi dalok mellőzését, és akkor azt mondtam, menjetek a csodába, engem ez az egész nem érdekel, de nyilván egy ilyen kamasz gyerek az mindig lázad, aztán sok minden később esik le, hogy mennyire jól jöttek ezek a kis iránymutatások. Mind a mai napig van egy-két idézet a Bibliából, amit fejből tudok, például tudom a János 3.16-ot, azt nagyon sokáig be kellett magolni, és akkor ott együtt kellett mondani. Most is tudom, mert úgy szerette Isten a világot, hogy aki... Hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ötös. Hát 4-es, meg be kell segíteni kedves tanár úrnak. Úgyhogy így volt. Aztán a keresztelkedésem az később történt meg, arról is beszéljek? Igen, mert ugye ebben a blogban a fiatalkorod, aztán majd a második blogban a zene, és a harmadikban egy kicsit kilépünk majd ebből, de igen. Aha. Hogyan keresztelkedtél meg? A megkeresztelkedés az a honvédségben történt. Én ilyen írói romantikából jelentkeztem a Magyar Honvédség sorállományába. Már megvolt a felvételim, tudtam, hogy fel fognak venni februárban, és akkor valahogy el kellett ütni az időt szeptemberig. Nem nagyon volt pénzem, otthon maradni már ciki volt, mert már le voltam érettségizve, meg már nem volt már ilyen diák jogviszonyom, és kalandvágyból, meg hűséség, szóval bevonultam a honvédségbe. Minden esetre akkor még volt ilyen sorállományi szolgálat, és nagy tartsára keveredtem. A híradó századhoz híradó távírász kiképzést kaptam, nagyon-nagyon-nagyon aláhúzám ezt az idézőjelben, van ez az egész, és kurva nagy unatkozások voltak ott, aztán már június, július, augusztusban nem volt semmi, fűnyírozás volt, meg van is erről egy dal, Vatkender találtunk a laktanyába, aztán ott szivogattuk, azt hittük, hogy be vagyunk bödülve, na és akkor mindig ott én megkérdeztem, hogy mi végre ez az egész, egyébként is szerettem nagyon filozofálgatni, meg feszegetni a kérdéseket, akkor ott kiderült, hogy a laktanyában van egy könyvtár, és akkor elkezdtem lejárni a könyvtárba, ahol volt egy tök jó arc, aki mondta, hogy ő egyébként ott Nagy Tartsán a gyülekezetbe jár, és a Nagy Tartsai pap, aki kurva jó fej szintén, és gitározik, az be tud ide járni, és hogyha akarod, János, akkor lehet ilyen tábori körülmények között megkeresztelkedni. Van egy 5 hetes tanfolyam, előtte tanfolyam idézőjelbe, Biblia történet, meg vallástudomány, hát valamilyen alapszinten, amit így végig kell hallgatni, van belőle egy teszt, és hogyha ez megvan, akkor idehívjuk a tábori püspököt, és akkor választhatsz magadnak a kis bajtársait közül egy keresztapát, és akkor megkeresztenek téged, és ez nekem ez nagyon tetszett. Igazából sokkal jobb volt a könyvtárba járni a honvédség alatt, mert ugye akkor mindig ki voltam kérve, a délutáni szolgálatok alól fel voltam mentve, mert hogy jár előkészítőre János. Egy pár hülyét még beszerveztem, úgyhogy nem voltam egyedül, 4-5-en jártunk oda, és mind a mai napig megvan még az a könyv, pedig emlékszem, hogy kérte is, hogy vigyem vissza már akkor ősszel,
De most már ennek is lassan 15-20 éve, úgyhogy azt nem vittem vissza, és akkor így lettem én megkeresztelve, majd a honvédség tábori püspökségénél volt is egy szép díszebéd. Aztán rossz élmények következtek, mert én ezzel a megkeresztelkedéssel nyilván volt egy ilyen lelki folyamat is benne, hogy ez egy jó dolog, de hogy úgy vártam, hogy majd akkor valami történik, de nem gondoltam, hogy most ez egy hirtelen csoda lesz. De aztán Tatabányára kerültem, ott főiskolára jártam, és akkor próbáltam ilyen lelki táplálékot találni, nem nagyon sikerült, ott elmentem egy templomba, alsó gallára, ahol hát bementem a misére, az ilyen katolikus pap volt, tényleg 4-5 öreg néni, és akkor ott nyilván a vizsgőidőszakban gyóntam egyet, meg imádkoztam a Jóistenhez, hogy hadd menjek át, nem tudom, egy csodára vártam, mert tényleg nem tanultam semmit, és valahogy ott próbáltam jópofizni, meg beépülni az egyházba, és akkor mentem a paphoz, hogy én tudok így gitározni, meg hogy szívesen építeném valahogy a gyülekezetet, és igazából páros lábbal rúgott ki az öreg pap, azt mondta, hogy nekünk itt nem kell semmiféle gitárszopás, ide idősek járnak, nyugdíjasok járnak, úgyhogy köszönjük szépen, maga egyébként is fővárosi, ne menjünk ebbe bele. Hát mondom, ez a te ügyed, és akkor úgy egy picit ez a része, hogy akkor egyház, meg közösség az nekem úgy leépült, és egy saját közösségbe tettem inkább az energiát, a zenekar és a közössége, és akkor indult az internet, és akkor ott fórumoztunk, meg minden, meg voltak már zeneszámok, meg föltöltöttük ingyen a zenéinket a netre, és akkor inkább avval kezdtem el foglalkozni. Pillanat, rádugom a töltőt, addig kérdezz. Jó. Oké, nem is kérdezek, inkább elmondom azoknak, akik most csatlakoztak, illetve az elején nem láttak minket, titeket is üdvözlünk, hogy ha van kérdésetek, akkor itt oldalt az élő chatben tudjátok feltenni, illetve különböző zenés blokkokkal fogjuk megszakítani ezt a beszélgetést, de a végén is lesz majd lehetőség Janótól dalt kérni, hogyha van valami, akkor azt már most írjátok meg, amit szeretnétek hallani, mert korlátozott lesz, illetve korlátozott az idő. Igazából, Janó, akkor azt szeretném kérdezni, illetve az lenne még egy kérdésem, hogy ugye eljutottunk az általános iskolától egészen a főiskoláig, és mikor volt az a pont, vagy volt-e olyan pont, amikor ugye mondtad, hogy kiléptél ebből a közösségből, de valamilyen formában visszafordultál, vagy visszatértél, ha nem is a közösségbe, de akár Istenhez is, ugye, és ez rányomta aztán néhány dalszövegedre a képét is. És hogy nem, hát a jó Istennel nekem mindig megvolt a kapcsolatom, és tudtam, hogy ez egy élő kapcsolat, és hogy tudtam, hogy a szellemmel találkoztam, és ez nem olyan dolog, hogy ez elvész, egy kicsit tud porosabb lenni a kapcsolat, de azt is tudtam, hogy jelen formában az én forradalmi személyiségem az kép nem tud beilleszkedni sehova, és igazából kortársakat kerestem, akik ezzel együtt tudnak lenni, inkább erről beszélgetni tudtam, de ilyen cikinek tartottam egy csomó ilyen egyházi dolgot, és így valahogy még nem kristályosodott ki, de azt gondoltam, hogy nekem így szurkálni kell, cincálni kell, szövegekkel, ideológiával ezt az egész témát, hogy így figyeljenek fel, hogyha azt akarják, hogy itt legyen áradó szeretet, meg legyen, akkor azt valahogy trendivé kell tenni, nagyon idézőjelbe, és ezt nem nagyon találtam meg akkor, így a 2000-es évek elején sehol, úgyhogy hagytam, de abban biztos voltam, hogy létezik valami energia, még hogyha messzebb is kerültem ettől az egész Bibliától, mert nyilván aztán, amikor szélesebb körben elterjedt az internet, akkor összejártunk mi, és 20 évesen akkor talán már volt gyerekem is, és elkezdtük fejtegetni, nézegetni a régi térképeket a neten keresztül, Wikipedián, hogy akkor merre is terjedt el ez a kereszténység, hogy is volt ez, hogy akkor ez ilyen, ez a nyomorultak vallása volt igazából, tényleg Krisztus se a jó fejekhez szólt először, meg a gazdagokhoz, tehát nem egy ilyen MLM szolgáltatás volt, hanem tényleg a kurvához ment oda Jézus, meg tényleg a vámszedő stricihez, és akkor velük kezdett el bizniszelni,
és hogy ez a része tetszett nekem nagyon, hogy ebből, meg a feje lefelé keresztre feszített Szentpéterből, meg a gladiátor versenyekre odabaszott keresztényekből, akiket kínoztak, meg minden, és hogy mégis annyira erősen meg tudott tapadni, hogy tudott ez átfordulni olyanba, hogy eltelt pár száz év, és akkor gyakorlatilag birodalmi vallás lett belőle, és ez minket ez nagyon érdekelt, meg engem is érdekelt, és akkor sajnos itt kellett szembenézni azzal, hogy itt bejött már a hatalom, meg itt bejött a lóvé, de valószínűleg az, hogy ez egy alulról szerveződő dolog volt ez a kereszténység, és hogy azzal az ígérettel, hogy az immateriális, kézzel nem megfogható javakat osztotta újra, tehát hogy most ez kicsit pestésen szólva kb. Azt jelenti, hogy neked most itt szar, mert rabszolga vagy, de ha bizonyos dolgokat betartasz, nem is olyan nehéz, akkor utána tiéd a mennyeknek országa, és ez volt az a dolog, ami gyakorlatilag milliókat átfordított. És eddig ez egy teljesen újszerű dolog volt az egész világban, vagyis a világnak azon a szintjén, amit mi így éreztünk. Aztán persze, hogy ez hozzájött az, hogy a Jézus zsidó származású, és hogy a zsidóknak ez a különleges énképe, amivel így megszervezték magukat, meg a vallásukat, meg ők visszavezetik magukat Istenhez, meg az nyilván összegabajodott a kereszténységgel, holott a zsidók mind a mai napig nem ismerik el Jézus Krisztust a megváltójuknak, hogy ez itt óhatatlanul összefonódott sajnos a hatalommal, meg a királyságokkal, meg egy csomó mindennel, de mégis szerintem a nagyobb része az arról szólt, és nekem az volt az érdekes, hogy ez egy alulról szerveződő dolog volt. És hogyha megnézzük az egyház történetét, akkor azt látjuk, hogy a komoly szentek, mondjuk a Szent Ferenc, azt én már későjének tartom, mert az ilyen 1000 körül ért a 11. században, de hogy még ott előtte 7.-8. század, úgy hívjuk, hogy sötét középkor, ezek az emberek nagyon nagyokat mentek. És nem aranypalástban, meg aranysüvegben a Szent Péter téren, hanem tényleg a mezitláb, a csuhában, a mit tudom én is, valahogy segíteni akartak. Tehát valami olyan transzban éltek, és annyira meg voltak győződve arról, hogy nekik ezen az úton kell járni, aminek az volt a lényege, ugye fegyver nélkül nyilván még az elején, hogy így szerest. És ez valami olyan plusz tudott adni nekik, hogy a cselekedeteik, a mindennapi cselekedeteik az a mai napig is akár emlékezetes tud lenni. Nekem ez nagyon tetszett. Nyilván eltelt azóta egy csomó minden év, ezek az emberi minőségek ma már nagyon ritkán találhatók meg, szerintem Nyugat-Európában iszonyatosan ritka, ez egy tény, de ettől függetlenül a kereszténység nagyon erős most is, és az az érdekes, hogy ahol erős, az újra a szegény országok. Én azt hallottam, hogy például Afrikában nagyon erős keresztény közösségek vannak, pedig ott aztán nagyon dzsúva van, és nagyon-nagyon-nagyon proli állapotok vannak, és ez is szerintem egy jelzés, mert nyilván egy ekkora vagyonnal, meg ekkora tudással, meg titkokkal, meg minden, amivel a Vatikán rendelkezik, nagyon nehéz létezni, és óhatatlanul politizálni kell, ha nem is a pártpolitikában, de hogy ezt úgy irányítani kell, mégiscsak rengeteg felelősség van a dolgokon, és ők nem léphetnek már gyorsan. Nem léphetnek gyorsan, és azok a jelek azért mégis szerintem, hogy a második János Pál pápát bemerték választani, egy ilyen csóró lengyel csávó tiszta szívűen, aki végül is a 70-es években egy hatalmas reform dolog volt ahhoz képest, hogy a Vatikánban azelőtt milyen pápák voltak, hogy ő bement a merényletet ellen elkövetőnek, és megbocsájtott neki. Aztán valami elindult az egyházban is, de hát ő, meg az, hogy most egy ilyen dél-amerikai pápa van, tök aranyos. Én egyébként azt hittem, hogy fekete pápa lesz. El fog jönni annak is az ideje, hogy fekete pápa lesz. Akkor azért szerintem a nyugati kultúra még egyet fog recsenni. De hogy ez nekem nagyon tetszett, hogy az alulról szerveződés, és azt viszont sajnálom, hogy rendszer szinten, magasabb szinten ez az alulról szerveződés szinte el van felejtve. Teljesen el van felejtve, és én nem nagyon látom azt, hogy ez újulni akarna, vagy hogy akarna újra szólni a nyomorultakhoz, meg a szegényekhez. Oké, hogy vannak ételosztások, meg oké, hogy van minden, de hát azért itt most az utóbbi, nem tudom, 15-20 éve itt a templomok tornyai csillognak, villognak, hát újra alumíniumozták, rézeztek az összes izét,
kolostort, meg templomot, meg egyháziskákat, szóval ez egy nagyon, nagyon kemény ügy. Én ettől szeretnék valahogy távolabb maradni, mert nekem a Jézus Krisztus kurvára nem az egyházat jelenti, van elnézés, tehát így tökre nem ezt jelenti, hogy valakinek süvegben kell járnia, meg tökre nem azt jelenti, hogy egyházi vármegyék, meg egyházi tized, meg mit tudom én, ATV, meg hídgyülekezete. Nekem ez egy tiszta dolog, és ezt én szeretném így is megőrizni, még akkor is, hogyha forró olajba fognak főzni engem meg emiatt, vagy mit tudom én, mert hogy ehhez akkor is ragaszkodni kell. Nem akarom ezt bevonzani, de ezt gondolom. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy inkább a kereszténység eredeti formája, az őskereszténység, az, ami téged megfogott, és az, amivé vált, az az intézményes rendszer, az összes visszásságával és lerakódásával, az, ami neked nem imponál. Mert ugye elválaszthatjuk a Krisztus egyházát, magát a keresztény egyházat attól az intézmény rendszertől, amivé fejlődött, akár a Vatikántól is. Tehát a kettő két külön dolog is lehet. Tehát, de teljesen érthető, és tulajdonképpen, amit most elmondtál és megfogalmaztál, azok a legáltalánosabb kritikák a kereszténységgel szemben, de az a jó hír, hogy mai napig vannak olyan keresztény közösségek, illetve törekvések, amik pontosan ezért jöttek létre, és ugyanolyan motivációból, amit te is most elmondtál, de a reformáció is ugye pontosan ezért robbant ki, mert Luther és társai megelégelték azt a fényűzést, azt a pompát, és az evangéliumtól való eltérést, amit tapasztaltak az akkori római katolikus egyházban. Tehát tulajdonképpen még ma is mondhatjuk azt, ha már nem is sokat, és nem biztos, hogy a katolikus egyházon belül található olyan közösség vagy olyan vonulat, ami talán közelebb áll az eredeti kereszténységhez, az ős kereszténységhez, mint akár mondjuk a Vatikán a maga pompájával és süvegeivel. Jó, de azért azt mindenképp szeretném leszögezni, tehát hogyha ez egy urbanizált közösségben nőttem fel, úgyhogy itt én könnyen pofázok, most nem lehet ezt mondani, de hogy azért egy papbácsi vidéken, az mégiscsak képvisel valamit, és ott viszont nagyon kell az, hogy az egyháznak legyen tekintője, és tényleg legyen fényes a kerítés, meg minden, mert ott ez még így működik, de ahogy így a szellem terebélyesedik, és ezt akarnia kell az egyháznak, tehát nagyon-nagyon sok jót tett, csak jót tett biztos az egyház az átlag emberekkel, vagy még most is ezt próbálja, az iskolák, meg a minden, hogy ez tök jó dolog. Nem tudom, hogy de van valami termékgörbéje, biztos, hogy egy ideig érdekes, meg fejlődik, és utána egyszer már nem tud fejlődni, mert maga a rendszer lesz annyira nehézkes, hogy már nem tud hova lépni, és akkor most vagy berobbantod az egészet, vagy föloszlatod a zenekart, úgymond, vagy csinálsz valamit. Tehát ez tök érdekes, ilyen szociológiai evolúciós dolog, hogy meddig tud növekedni még az egyház, meg hova tud még elterjedni ez az egész szellemiség, mert nem tudom, mert szóval, hogy olyan dolgokon át kéne esnie szerintem a kereszténységnek, meg olyan dolgokat meg kéne lépnie, amivel vissza tudná nyerni a hitelét sok ember előtt. És amíg ezek így nem lesznek meg, addig szerintem így marad ez a kicsit ilyen egy helybejárás. Nekem úgy tűnik. Na, a következő blogban majd erről is kérdezlek, hogy mit kéne tennie az egyházaknak, vagy szerinted. Most viszont akkor arra kérlek, hogy az első blokk végén azt a néhány számot, amivel ide készültél, vagy ha készültél külön ide, vagy bármit, azt addal is, ha szabad, akkor elmondanád legalább egy-két mondatban azt, hogy miért, miik lett ezt a számot, vagy miért azt játszod el éppen amit. Jó? Jó. Akkor legyen az első, amit talán sokan ismernek, ez a tartós béke, hiszen az egész eseménynek ez lett a címe, hogy nem lépünk Isten helyére, egy a jelszó tartós béke. Ezt azért gondolom fontosnak, meg ilyen vicces dolognak, mert a mostani modern ember már mindenbe beavatkozik. Most nem azt mondom, hogy a szemüveg az baj, mert hogy szemüveg nélkül egy csomó ember nem tudna létezni, de mondjuk a kocka alakú paradicsom, meg a génkezelés, meg a... Szóval kicsit az ember, mint hogyha túltolná ezt az egészet, és ez nem is baj addig, amíg egy barlangban játszadozik, de most, hogy már az ilyen planetáris magasságokban, meg egész területekre, bolygó közévé vált ez a dolog, ez egy picit baj, úgyhogy
az az első olyan dal, ami végül is ilyen magyar szinten világsztárra emelt engem, a Tartó és Béke, úgyhogy ezzel indítok. Oké? Oké. Képzeljétek, a norvég honlapokon terjed a hír, hogy visszaütött a pofon. Megjött a régen várt tavasz, kezdődhet egy még újabb szakasz. Sok gyerek is a vásárló tömeg nézi, hogy ez mégis hogy lehet. Áttört a víz a gátakon, áttört a homokság pokon. Hogyha nem baj, én is megpróbálom, van célom és van irányom, van más, van alternatíva, mi előtt bekrakol a klíma, mindig megújítom magam, bennem nap energia van, nem lépünk istenneire, egy a jelszó, Tartós Béke! Élő lény, nem az élő lények vagyok, tudtommal a földre, én is csak becsekkolok. Pörögni a felfordulásba, és izgulni ne legyek bálna Japánba. A fuldukló autó még tudál, menne még, de nincsen már tovább. Áttölte a víz a gátakat, de Pécsbe fogadja majd a szörteszkásokat. Ho-ho! Hogyha nem baj, én is megpróbálom, van célom és van irányom, van más, van alternatíva, mi előtt megtakul a klíma, mindig megújítom magam, bennem nap energia van, nem lépünk istenneire, egy a jelszó, Tartós Béke! Tartós Béke! Tartós Béke! Igen, egy a jelszó. Hogyha nem baj, én is megpróbálom, van célom és van irányom, van más, van alternatíva, mi előtt bekrakol a klíma, mindig megújítom magam, bennem nap energia van, nem lépünk istenneire, egy a jelszó, Tartós Béke. A következő szám már nem ennyire tábortüzes, de ez is egy korai dolog. Itt nekem nagyon tetszett a Hitetlen Tamásnak a története, aki ugye nem hitt el, hogy a Jézus föltámadt, és akkor mondta neki Jézus, hogy na, akkor gyere ide, tedd bele a sebembe a kezedet. És nekem mindig problémám van ezzel a folytatással, vagy nem folytatással, úgyhogy jó régen írtam egy ilyen számot, ennek az a címe, hogy Vízió. És itt a, már pedig a folytatás mellett teszem le a voksomat, abban van a lényeg, hogy föl kell állni, és menni kell tovább, ugye? Menni, keresni, letétbe helyezni a rendet, ami nem rendhagyó. Nem szeretni benne lenni, belülről semmi se jó. Korszak álom, én konstatálom, a nagyobb része vízió. Meg sem értem, miért a tévedésem irányadó. Vissza, ha nézek, az fáj, de hányat érzek én, meg se lépetnek talán. Nem
is volt az újra, ezredik borúra, kíváncsi energián. Felfedeztem, jellemeztem, csillagot a homlokán, és fent az égben, szeress belém mégsem, vagyok Tamás. Én benned és nem, másban hiszek, Isten vagy te folytatás. Isten vagy te folytatás. Köszönjük szépen, Janó. A második blokkban, illetve amíg szétszeded, vagy nem tudom, szétszeded a gitárt, vagy kihúzod, bedugod. Az első kérdésem, illetve egy kicsit folytassuk akkor ott, ahol abba hagytuk, hogy mit kéne szerinted az egyházaknak tennie ahhoz, hogy mondjuk egy kicsit arrafele mozduljanak el, amerre te szeretnéd, hogy visszatérjenek, elmozduljanak, akár a gyakorlatban. Amit én szeretnék? Hogy nekem hát, mikor lenne? Hogy igen, tehát mi az, amit szerinted, hogy említetted az előző blokknak a végén azt, hogy vannak olyan dolgok, amiket meg kéne tennie, de nehéz már megtenni az egyházaknak, ahhoz, hogy kicsit visszatérjenek az Jézusi úthoz, mi az, amit szerinted tenniük kéne? Vagy a keresztényeknek úgy általában? Jó, hát az első lenne, itt Magyarországról beszélünk, azonnal meg kell szüntetni a politikával való ilyen szoros együttműködést. Tehát ez nagyon durva. Ez így annyira bénává, hiteltelenné teszi számomra az egészet, hogy ez nagyon ciki. És most nem a Karmelita kolostor, egyébként az is nagyon furcsa. Meg egyébként ez az egész nagyon furcsa, hogy az iskoláknak a nagy része állami lett, az idős gondozásnak a nagy része állami lett, az, hogy bekerült a... Mármint egyházi... Igen, az, hogy bekerült a kereszténydemokrata néppárt részéről az törvénybe, hogy az idősekről a családnak kell gondoskodni, szerintem ez egy olyan képmutató dolog, hogy ez ugye keresztény elve, mert hogy ezt így tökre megértem, hogyha van egy jóléti család, akik mit tudom, vezetnek egy gazdaságot, és akkor ott van pénz, akkor teljesen természetes, hogy generációs, több generáció együtt él, unokák, nagymamák vigyáznak egymásra, de nem így élnek az emberek. Tehát ez most már nincs, és nem tudnak az emberek vigyázni a szüleikre, és az, hogy ezt törvénybe iktatták, hogy gyakorlatilag szűnjenek meg az idős központok, az állami idős központok, és akkor csak ilyen méredrágák legyenek, mert hogy az a család dolga, ez nem az állam dolga, szerintem ez nagyon ciki. És ez egy akkora társadalmi robbanás, mert öregszik a társadalom, és az embereknek egy nagyon-nagyon kis része van olyan anyagi helyzetben, hogy el tudja látni majd a szüleit, hogy szerintem ez egy nagyon káosz, és ez nem esik jól. Tehát itt pont arról kéne szóljon a kereszténység, hogy befogadjuk a nyomorultat, segítünk az embereken, összedobjuk a lóvét, hogy legyen könnyebb a Kovács néninek. Nem az van, hogy akkor eleve szív mindenki, és akkor még az anyját is lássa el otthon, vagy fizessen. Szóval ez mondjuk a második. Hát most érted, most a szexuális dolgokban nem megyek bele, mert az mindenütt van. Az a tévében is van, a médiában is van, nyilván az egyházakban is van. Hát nem tudom, érted, most ez egy nagyon nagy hippi romantikus dolog, de hogy az összes ilyen ingatlant felszámolnám, és gyermekotthont csinálnék belőle. Mármint egyházi ingatlant? Igen. Megnyitnám a nyomorultak előtt a helyet, érted? Itt toporog a Európa kapujában több millió nyomorult ember, adott esetben keresztények. Valahova kell menniük. Nem feltétlen azért jönnek ide, szerintem, mert jobb életre akarnak várni, és ha azért jön ide, mert jobb életre vágyik, hát ez egy teljesen természetes emberi dolog, hogy itt vannak a gyerekeim, szarul élünk, jobb helyre akarunk menni. Léci, fogadjatok be, kopogtatunk az ajtón. Ugye ez az alap Jézusi sztori, hogy őket se fogadta be senki a Máriával, meg a Józseffel, amikor
éppen megszületett, és akkor végül is a jászolba született meg az Úr Jézus király. Szóval, hogy ugyanezt a helyzetet generáljuk most mi, kövér, gazdag nyugatiak, sok autóval, meg sok pénzzel, mondva csinált pénzzel, és itt toporog egy csomó nyomorult ember, és nem engedjük be őket, és mindezt a kereszténység nevében. Hát hol van ebbe a keresztény szeretet? Hát hol van ebbe? Az oké, okay, és ez most már durva politika, tehát ez lehet, hogy ebben nem kéne belemenni, de már belemegyek, hogy viszont... Hát, jó, mond, nem akarom belét folytani a szót, de igen, tehát ne aktuál politikába. Ja, de... jó, de hogy ez benne élünk egy népvándorlásba, ezt látni kell, hogy itt a klímaváltozás miatt kurva nagy területek lesznek életetlenek, forró helyen. Ki az a hülye, aki ott akarja hagyni, vagy ki az, aki ott maradna? Hát jönnek el, összeolvadnak kultúrák, óhatatlan ezt szerintem nem lehet megállítani semmivel, vagy hát vér nélkül nem lehet megállítani. Nekünk védeni kell a keresztény értékeinket, nyilvánvaló, de nem úgy, hogy lerugdossuk a falról az embereket. Szóval szerintem nem. Én nagyon komolyan elkezdeném a kommunikációt az egyházak között, a világvallások között, és hogyha nagyon belemész, igazából ugyanarról beszélt a Mohamed is, mint a Jézus Krisztus is, tehát hogy ezt valahogy össze kellene békíteni ezeket a dolgokat, hogy az amúgy is elkerülhetetlennek tűnő népvándorlást a lehető legkisebb rosszként éljük meg, mert ez, hogy most föl van hergelve, az az oldal is, meg ez az oldal is föl van hergelve, szerintem ez több béna. Ez több béna. Viszont emberi. Az, hogy ez a zsidó-keresztény kultúra, amiben élünk, meg most már regnál lassan 1500 éve, gyakorlatilag megtermékenyítette az egész földet, és oda mentünk mindenhova, nem mi, hanem mondjuk az angolok, hollandok, portugálok, spanyolok, és összeszedték az összes lóvét az indiánoktól, összeszedték az összes teát, meg kokaint, meg mit tudom mindent, meg az India, meg ez egy egész gyarmat birodalom. Ebben azért nagyon súlyosan benne volt az, hogy az Isten nevében megvisszük nektek az örök megváltót, nagyon csúnya karma. Szerintem itt azért a nagy része a gazdaságról szólt, és most itt, tehát a globalizációt megteremtette ez a nagyon agresszív, akár vallásba csomagolt dolog, és most akkor megnézzük, hogy most akkor mi lesz. Ja, hogy közben fölébredtek a milliárdok, kérem szépen, ja, hogy nekünk itten épülnek hatalmas templomok, ott meg nincsen semmi, és akkor most azért úgy messziről segítsünk, meg fogadjunk örökbe gyereket az interneten, dobjunk neki 30 eurót havonta, valahova, mit tudom én, nem tudom, Kongóba, vagy Kenyába, vagy Nigerbe, de hogy ne jöjjön ide, mert az erre büdös, meg kell tanulni, meg nem is olyan kultúrát, szóval, hogy így messze kerültünk szerintem az emberi dolgoktól, nyilván én is rohadtul parázok, hogy mi lesz, nekem is várom szép gyerekem, hogy most akkor ezt minél jobb helyeken nőjenek fel, meg okosodjanak, de hogy azért benne van a levegőben, meg nekem is minden nap benne van, hogy a mi jólétünknek a feltétele az, hogy valakik emiatt rohadtul szarabb életet élnek. És szerintem ez így nem igazságos, és már pedig tudod, érted, üres zsebbel, a koporson nincs zseb, és ugyanúgy fogunk állni majd a mennyei ítélőszék előtt, hogy na most akkor, hogy akkor most mit tettél? Mert én értem azt, hogy aranyosan lehet segíteni az idős nénének átvinni a szatyrot, meg el lehet menni bevásárolni, meg mit tudom, de hogy azért ezek nem annyira fajsős segítségek. Az nekem nagyon tetszett, kérlek szépen, voltam januárban, még a járvány előtt, az Óbudai polgári körben, a Bús Balázstól kaptam meghívást, ő volt régen Óbuda polgármestere, és ő egy nagyon-nagyon mély keresztény szellemben élő, egyébként roppant kulturált férfi ember, és így a zenén keresztül összeismerkedtünk, és szóba elegyedtünk, beszélgettünk, és kaptam tőle egy kassák kötetet, meg egy csukás kötetet, azt olvasgattam, és mondta, hogy ha van kedvem, akkor menjek el erre a polgári körre, Óbudára, a Széchenyi körbe, mert hogy meghívta a püspök atyát, a Váci egyházmegyének a nyugdíjas püspök atyát, segítsen nevében. Barsi Balázs. Nem, ugye más szervezet, én a másik céghez más tartozok. Igen. Felkészültem volna. Szóval ő volt az, aki ilyen a katolikus egyházon belül ilyen reformán volt, mert kimert jelenteni a kormánnyal szemben is dolgokat, és ő most már lemondott és nyugdíjas volt, és januárban tartotta ezt a beszélgetést, egy fantasztikus, művelt,
jó humorú, jó kiállású idős úr, akinek tényleg ragyog az, és püspök atya, most már nyugdíjas, és ragyogott a szeme az igétől, és fantasztikus jól beszélt, és az, hogy ő Nógrád megyében megszervezte azt, hogy a kórházakban legyen lelki szolgálat, lelki segélyszolgálat, tök jó. De egy olyan speech-et nyomott ott a polgári körben a nyakláncos óbudai polgároknak, hogy igazából kussolt ez a mindenki. Ber Miklós. Az a Ber hívják Miklós, közben igen. Itt a... Igen. Igen. Hogy ott köpni nyelni nem tudtak az emberek, amikor azt mondta, hogy kedves emberek, Nógrád megyében az a helyzet, hogy 10-15 év múlva tiszta roma települések, régiók lesznek. Oda, ott mi lesz? Hogy a kocsma sincs már a faluba. Én megpróbáltam újra, azt mondta Ber Miklós, hogy 150 papot temettem el az utóbbi 20 évenben, és mindösszesen 30-at tudtam erre a területre ráengedni. Szóval, hogy így hihetetlen, hihetetlen dolog, és hogy ő ennek ellenére nagyon jókedvű volt, és megem nagyon meggyőzött, hogy minket most ide teremtett a Jóisten. Itt van dolgunk, ebben az egészben kell valahogy helytállnunk, és létrehoznunk, és ő, mondom, ezekben a kórházakban megszervezte ezt a lelki segélyszolgálatot, minden kórházban lehet menni, vagyis vannak felügyeletben, megszervezte ezekben a nagyon-nagyon szegény régiókban a valami oktatást, valami alapkaját is adott a gyerekeknek, és egyszerűen szóval valahogy így próbál a felszínen ragadni, és ő mondta ezt január végén, hogy ha tetszik, ha nem, ha szembenézünk vele, ha nem, egyház szinten, polgár szinten, politikai szinten, itt olyan szintű változások fognak bekövetkezni, amit a saját komfortzójának az elhagyásán kívül senki nem fog megúszni. És akkor erre pár hétre rájött ez a vírus, ami még nem egy olyan hatalmas nagy komfortzón elhagyás, ennél azért lehet, hogy még mást is tartogat nekünk a Jóisten. Igen, és te bele is kóstoltál ebbe, hogy egy picit átkössek azzal kapcsolatban, amit mondtál, akár az európai kereszténységről, akár a globalizációról. Elmentél, mikor? 2013-ban Indiában? Igen. Milyen különbséget láttál az ottani emberek spiritualitása és az itteni emberek, mondjuk az itteni keresztények spiritualitása között? Én egy buddhista zarándokúton vettem részt, Észak-Indiában és Nepálban, először 2013-ban, azért ott, mert a hagyomány szerint a történelmi Buddha ezeken a területeken élt, és itt voltak az életében olyan fontos helyszínek, ami csak úgy, mint a keresztényeknél ilyen szent hely lett, és ez egy ilyen 3,5 hét, 4 hetes zarándokúton végül is végigjárható. Hát közel sem olyan fancy, barátságos, kényelmes, mint mondjuk az El Camino, nyilván az is hatalmas nagy dolog, de hogy itt az ember egy teljesen más kultúrába csöppenik be. Én vagyok ugye 191 centi magas, és ott leszálltunk a repülővel, pontosabban egyedül mentem, előőrs már ott volt, és... Hát ott minden, ott nagyon más. Ez egész új Delhi egy ilyen hatalmas fekete leves, egy sosem áll meg az élet, és nyilván kimagaslok a közegből. Ott én voltam az, aki itt mondjuk, hát most Pestre sem mondom, itt mondjuk a néger, vagy itt, akit így nagyon megnézünk, tudod, hogy nézd már, vagy nem, majom. És az indiaiaknak, akiknek a nagy része hindu, nagyon nagy része Mohamedán, nagyon nagy része buddhista, rengeteg fajta alvallás van, annyira befogadó, annyira érzékeny, toleráns, mit tudom, milyen fantasztikus jelzőket tudnék mondani, hogy ez ott teljesen, teljesen elfogadott egy csomó minden, és hogy az Istennek rengeteg faja, féle válfaja van, és tehát a hétköznapi szinten az indiai embereknek a spiritualitása, tehát mondjuk a magyarokéhoz képest 1 az 100-hoz, az indiaiak javára. Ez vicces, nekünk nagyon vicces, hogy akkor beül az ember egy taxiba, és akkor ott is van egy oltár, és akkor ott mennek a füstölők, és mindenhol ezek a jelzések, az egész ugye karma törvénye uralkodik, valami előző életedben elkövetett dolgok miatt kaptad most ezt az életet. Így aztán az emberek nem nagyon izgulnak semmiért, hogy többet akar, jobbat akar, mit tudom én, ez így van, és ebben próbál
jókat cselekedni, de mondjuk a nagy része hindú, és nekem nagyon cukik voltak ezek a hinduk. Nyilván aztán utána jártam, és indiai történelem is rohadtul véres volt, de például az nagyon érdekes dolog, hogy ők a húseséssel tök másképp vannak. Ők valahogy ezt az Istent mindenben látják, és mintha nem a teljes saját felhasználású céljukra használnák, ugye nyilván a tehenekről mindenki tud, Szentehén, ott van mindenütt a legnagyobb városokban, 10 millió ember, és akkor dugó van, mert ott van a Szentehén, de mindenütt ott vannak a kutyák, jönnek, mennek, mozgolódnak, ezek a csöves zarándokok, teljesen elfogadott dolog, hogy ott mennek és kéregetnek, a melegeknek a vallási dolgai. Szóval minden olyan jól ki van találva, és olyan, mint az most összedőlne az egész, mondjuk egy vasútállomás, de igazából ez így működik, és aztán ezeken a buddhista helyeken így végigjártunk. Ugye én a tibeti buddhista vonalat érzem, vagy hogy így nekem az jött be, szóval, hogy ott kell nekem keresgélnem, ezek a nagyon szikár, nagyon komoly, robosztus emberek, és a tibeti buddhizmus is valahogy ezt közvetíti nekem. Végtelen kulturáltak, végtelenül jól szervezettek. A buddhisták között a tibeti buddhisták a legkomolyabbak, a mindenütt nagyon komoly felszerelt kolostorok vannak, a legputribban is tök jó autók, angol nyelvtudás, internet, víz, a háztető, napelemek, szóval egy tibetiek egy nagyon, nagyon praktikus nép, nagyon jó kereskedők, az is igaz, és a buddhizmusban is ezt tették át, és tényleg a leglehetetlenebb helyekre építenek kolostort, és nagyon védik, és nagyon rengeteg energiát fordítanak a gyerekeknek az oktatásába. Ugye Indiában mindegy, jönnek a gyerekek. Annyira erős az élni akarás, hogy ezt el szoktam mondani, lehet, hogy már unjátok, hogy járda szigeteken laknak családok, 5 gyerekkel, 6 gyerekkel, és azok nyilván nincs pénz, és hogy lesz a tanítás, nagyon sokat beadnak kolostorokba, és akkor nagyon sok buddhista kolostorba landolnak így gyerekek, akik aztán kapják az ívet, és tanulnak. És mondjuk ez egy nagyon érdekes dolog, kicsit most kicsapongok, hogy hazajönni egy olyan helyről, ahol Járda-szigeten élnek családok, és borzasztó erős az élni akarás, között nincs semmi, meg por van, meg nejlonzacskó van, meg iszonyatos mocsok, meg lustaság, meg mit tudom én, és akkor hazajön az ember, leszáll Ferihegyen, sehol senki, beül a kövér taxis mellé, és akkor megyünk szinte az üres úton, és hol vannak az emberek? Tehát itt van nekünk ez a tejjel mézzel folyó kánoán, ilyen vastag rétegben a humusz réteg, mezőgazdaság, minden bejöhetne, és nincs élni akarás, és ez nagyon furi ezzel szembesülni, hogy ott nagyon akarnak élni, és tök nehéz, itt meg nagyon lehetne élni, itt meg már nem akar senki élni. És mi az jó? Mindegy, furi. Általában szerintem pont a fordítottját kérdeznék meg, hogy mi mit tanulhatunk tőlük, és erről is kezdtél el beszélni, de van-e olyan szerinted, és nem könnyű kérdés az alapján, amit eddig elmondtál, amit a mi akár európai kereszténységünkből ők tanulhatnának. Tehát nem amit mi tanulunk tőlük, hanem amit ők tanulhatnának tőlünk. Mert így elég sok negatív dolog hangzott el, teljesen nagyon sok szempontból jogos kritika a részedről, de egy picit felhúzzuk így a sárba döngölt kis kereszténységünket. Mi az, amit esetleg mielőtt még rátérünk majd az utolsó blokkra, az evangéliumra és Jézusra, amit ők tanulhatnának tőlünk, és akár amit te pozitívként látsz. Szerintem mondjuk a tibeti buddhista vonalnak mit kéne tanulni, akár az európai kereszténységtől. Hát remélem, hogy semmit. Elnézést, de most nagyon gondolkozom, hogy mi az, ami itt nagyon megy, és ott meg nem hiányzik, de... Na, erre nekem lesz majd egy válaszom a másik blogban. De nincs olyan? Szerinted, de kicsit segíts, mert most így nem jut eszembe semmi. Akkor figyelj, akkor mivel az, amit én mondani szeretnék, hogy mire lehet nekik szükségük, ami nekünk van és nekik nincs, ez teljes mértékben majd a következő, az utolsó blokkunk témája lesz, és kapcsolódik majd az evangéliumhoz. Úgyhogy majd akkor segítek, jó? És akkor térjünk vissza erre. Most viszont akkor jöjjön a második zenés blokk, és még egyszer, akik, mert többen vannak, akik most kapcsolódtak be, szeretném elmondani, hogy mi körülbelül egy 20 percet fogunk beszélgetni a Janóval, és utána
még egy 4-5 számot eljátszik nektek, amit ti szeretnétek és amit ti kértek. Oldalt az élő chatben tehetitek ezt fel, illetve kérhettek tőle zenét, és Janó, tiéd a tere. Visszanézek hosszú évek után, mit vettél el és mit tettél hozzám? Nem tudom, hogy szembenézni mire elég, de emberként lépek most feléd. Nekem beszakadt a föld és leszakadt az ég, amire vágytam, az már nincsen rég. Folytatni kell engem is, vigyenem az út. Egyetlen szó. Van, amikor az is elég, egyetlen szó. Van, amikor az is elég, éjjel. Nekem fény kell, amikor harcolok a sötéttel. Jön a rossz álom, kikalapálom, hogy legyen ez most elég, egyetlen szó. Igen, egyetlen szó. Visszafordulni nincsen már idő, újra kezdeni nincsen elég erő. Folytatni kell engem is, vigyen el az út, elengedtem az összes háborút. Keresem, a keresem, a keresem az át, meg átérzett pillanatok igazát. Ja Istenem, ugye megkaphatom a továbbhaladás jogát. Egyetlen szó. Van, amikor az is elég, egyetlen szó. Van, amikor az is elég, éjjel. Nekem fény kell, amikor harcolok a sötéttel. Jön a rossz álom, kikalapálom, hogy legyen ez most elég, egyetlen szó. Igen, egyetlen szó. Igen, fény kell nekem éjjel, amikor harcolok a sötéttel. Jön a rossz álom, kikalapálom, hogy legyen ez most elég, egyetlen szó. Igen, egyetlen szó. Igen, egyetlen szó. Ez már egy másik dal. Még egyszer láss, még egyszer engedj el, nincs maradás, többé csak még egyszer együtt vagyunk. Ki tudja, meddig még együtt vagyunk, életben mindenképp mindenki más. Emlékét égesd el mindenki mást, egyszerre engedj el, együtt vagyunk. Ki tudja, meddig még együtt vagyunk, velünk szemben a mindenség. Még egyszer tükrözzük vissza a világnak az összes szeretetét, szívünknek, lelkünknek minden erejét, adjuk bele most a gyerekekért. Még egyszer álmodjunk élettel, essen az eső és süssön a nap együtt még egyszer. Álmodjunk élettel,
ha már mérgezett a tengert. És 8 milliárd ember nem tudja, mit hozhat a reggel. Az élet átkarol a földön, furcsa boldogságot kapok kölcsön. Egyedül én tudom, mi az igazság, egyedül te fordíthatod át. A szabadság börtönét őrzöm, folyton csak forgolódok a földön. Káosz a válasz a látszatcsal, de mi az igazit vigyük, csak vigyük tovább. Még egyszer álmodjunk élettel. Essen az eső és süssön a nap együtt. Még egyszer álmodjunk élettel. Ha már mérgezett a tenger, és 8 milliárd ember nem tudja, mit hozhat a reggel. Álmodjunk élettel. Még egyszer tükrözzük vissza a világnak az összes szeretetét. Szívünknek, lelkünknek minden erejét adjuk bele most a gyerekekért. Még egyszer álmodjunk élettel. Essen az eső és süssön a nap együtt. Még egyszer álmodjunk élettel, ha már mérgezett a tenger, és 8 milliárd ember nem tudja, mit hozhat a reggel. Álmodjunk élettel. Köszönjük szépen, Janó. Azt kérdezték, és én is akartam kérni, hogy mondd el, hogy mi volt ennek a két számnak a címe, amit eljátszottál? Ezek új számok voltak, azért talán még nem lehet ismerni. Az egyiknek az lesz a címe, hogy álmodjunk élettel, és az első az pedig egyetlen szó. Ezek még nincsenek rajta sehol az interneten, ezeket most dédelgettem, mint a hímes tojás. Akkor fél premier volt. Igen, nem fejezett, teljes premier volt, megleptem a helyzetet egy ilyennel. Köszönjük szépen, nagyon jó. Akkor az utolsó blogban térjünk rá arra, ahol abba hagytuk tulajdonképpen, és talán ezt te is meg tudod erősíteni, hogy amit Indiában, akár Nepálban, ezekben a keleti vallásokban, a buddhizmus, a hinduizmus és ezeknek egyéb válfajéban látunk, az mindenképpen az, hogy ott élnek emberek, élik a kis vallásos lelki életüket, megelégszenek, próbálnak megelégedni azzal a helyzettel, amiben élnek, és tényleg úgy vannak vele, hogy majd akkor talán megpróbálom újra, hogyha most nem ment, vagy majd a következő, ha újjászületek, ugye abban a vallásban, amelyikben ez opció talán egy kicsivel jobb lesz, hogyha pedig vége van az életemnek, akkor ha sikerült itt kimunkálnom, akkor megyek majd a tutiba. És ez tulajdonképpen minden keleti vallásnak a jellemzője, hogy önmaguk akarják elérni a lelki, spirituális megváltásukat. Amit viszont legalábbis keresztényként mondhatom azt, hogy ha a kereszténység igaz, akkor ezt nem fogják tudni megtenni. Tehát ezért is különbözik a kereszténység mindegyik más vallástól, akár tényleg a buddhizmustól, akár a hinduizmustól, hogy ott maguk próbálják az emberek ezt elérni, kiérdemelni. Nálunk viszont már valaki ezt megtette helyettünk, ugye ő volt Jézus Krisztus, akiről ma is beszélgettünk, ő elérte azt, amit mi nem tudunk elérni. És valami olyat tett, ami tulajdonképpen mi azt mondjuk, hogy kibékített bennünket Istene, hiszen ugyanazokkal a problémákkal küzdünk, amikkel ők ott keleten. Ugye te is felhoztál egy csomó rossz dolgot, akár amit egyénileg, akár amit intézményi szinten, akár az egyházak elkövettek, és ugye ezek mindannyian tudjuk, hogy ezek rossz dolgok, bűnök, és nem csak a mi szemünkben bűnök, emberek szemében, ezen a horizontális síkon, hanem vertikális síkon
Isten szemében is bűnök. Mondjuk ezt tudjuk onnan keresztényként, hogy ugye, ha elolvassuk a Bibliát, akár csak az Új Szövetséget, akkor az Atya Isten, illetve Jézus is nagyjából adott egy példát arra, adott egy törvényt arra, és egy életpéldát, hogy hogyan kéne nekünk élni, és mit kéne tennünk. De hát azt tudjuk, hogy ezt viszont nem tudjuk megtenni, hiszen te is, én is, mindenki, aki néz bennünket, meg akár Indiában az utolsó kisgyerek is, valamilyen formában vét Isten törvénye ellen is követel bűnöket, amik egyébként le is rakódnak sokszor a lelkünkre, és ez felülről bennünket. Viszont ebből a bűnös állapotunkból, legalábbis mondja a kereszténység, mi nem tudjuk magunkat megszabadítani. És Isten, aki szeret bennünket, de nem egy igazságtalan, hanem egy igazságos Isten, Istennek valamilyen formában ezeket a bűnöket ki kell engesztelni. Hiszen, hogyha ezt nem kéne, akkor olyan lenne, mint a... akkor egy tök igazságtalan bíró lenne tulajdonképpen. És ezért jött el Jézus. Ugye ő maga mondta, hogy elvégeztetett, a keresztfán kiengesztelte az atyát az ő áldozatával helyettünk, mert mi ezt nem tudjuk megtenni. És ez a kereszténység örömüzenete, hogy mi nem tudjuk kimunkálni az üdvösségünket, de Jézus halálával és feltámadásával helyettünk ezt megtette, és ha benne hiszünk, akkor örök életünk van. És talán, ugye, ahogy te is mondtad, még a földi életben, ha nyomorúságok érnek bennünket, hogyha szenvedünk, vagy bármi tragédia ér, akkor is tudhatjuk, hogy odaát valami jobb vár ránk, ha hiszünk Krisztusban. Viszont ez az, ami szerintem, ez az, amit tanulhatnának tőlünk, nem feltétlenül intézményileg, hanem lelkiségben, hogy engedjék el azt, hogy ők valaha ezt meg tudják tenni, és fogadják el azt, hogy valaki már megtette helyettük, és a vérét adta, és az életét adta értük. Jó. Hát majd átadom. És mit gondolsz erről? Hát azt gondolom erről, hogy ugye Jézus Krisztus mit mondott, azt ugye a Bibliából tudjuk, és nagyon, én szerintem meg ez rengeteg oldalról támadható, mert a Biblia az, mint a Jézus halála után 300-al írták össze a népmeséget. És a legpoposabb... Nem, Janó, bocs, nem összeszni akarok, csak nem egészen. Tehát ugye a Biblia maga, maradjunk csak az evangéliumoknál, az evangéliumok már 40 évvel legkésőbb Jézus halála és feltámadása után összeálltak. Nem, tehát azok már megvoltak, de azt is tudjuk, hogy a bibliai hitvallások, például az, hogy ugye Pál írja 1 Korintus 15-ben, hogy Krisztus meghalt az írások szerint, és feltámadt az írások szerint, ezek a legkorábbi hitvallások már Krisztus halála és feltámadása után azonnal elkezdtek terjedni Izraelben. Tehát hogyha csak az a probléma, hogy a Biblia tanít erről, akkor tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ez nem kell, hogy probléma legyen. Mert egyrészt egészen korai, másrészt meg az egyik legmegbízhatóbb ókori irat, ami a kezünkben van. Ezt hidd el, majd egyszer beszélgetünk erről, de tényleg. Tehát vagy ha valakit érdekel, csak zárójelben, beszélgettünk erről nemrég egy kedves barátommal ugyanitt a csatornánkon, Jézus feltámadásáról és feltámadás bizonyítékairól, Békefi Bálinttal, érdemes rákeresni, de majd berakom a leírásba. Jó, de bocs, hogy közbe vágtam, csak ez ilyen szakmai ártalom, tudod. Ez fontos, engem is meglepett. Én azt gondolom, hogy olyan értelemben nincs Isten, ahogy azt a keresztények elképzelik, és egy meglehetősen nem tudom én, bugyuta dolog azt gondolni, hogy van valaki, aki téged kitalált, és az felelőssége gondol rád, és akkor így rálőcsölheted az összes bűnödet, és akkor az majd megment. Ha ilyen értelemben, én akkor még azt is vállalom, hogy szerintem nincs ilyen értelemben Isten. Az ember benne van egy ilyen rohadt kerékbe, ami tele van fájdalommal, meg szenvedéssel, meg az elmúlással, ezt a tibeti buddhizmus úgy mondja, hogy szamszára, és ebből logikusan a saját logikáddal, a saját vágyaidnak, a saját képzeleteidnek, a saját szokásaidnak a megváltoztatásával tudsz kikerülni. Azt mondják, hogy az a megvilágosodott ember, aki ezekre valahogy így rájön, és ilyen értelemben mondják ők azt, hogy akkor te magad elérheted a megvilágosodást. Ott már fontos, hogy,
hogy mindaddig, amíg le tudsz vonni konzekvenciát, következtetést abból, hogy amiket elkövettél, összeszedtél, abból te hogyan tudsz tovább menni, addig szinten van értelme arról beszélni, hogy ilyen földi megváltás, tehát ugye egyszer elszartad a lecsót, most utána soha többet nem eszel lecsót. Hát de, akkor is főzöl még egyet, vagy amiket én az én lámámtól hallottam mindig, hogy megkérdezték az anyagyilkos izét a börtönbe, hogy na, meg mi van veled, megbántad, és akkor azt mondta, hogy az az ember, aki azt tette, az ma már nem én vagyok. És nekem ez nagyon fontos segítség, és ez nagyon fontos szellemi táplálék, hogy nekem van esélyem megváltoznom, vagy megváltoztatnom a szokásaimat, ami kényelmetlenné teszik az emberi kapcsolataimat, kényelmetlenné teszik az életemet, és én nem helyezem ezt ki egy másik istenre. Szerintem kényelmesebb, persze biztos, hogy mi lesz a bűnökkel. A bűnnel az ember teremti minden percben a karmáját, és ha jól, akkor jól, ha rosszul, akkor rosszul, de hogy az szerintem az így nem, nem tűnik az el. De egyébként ezen ne veszünk össze. Jaj, nem fogunk, azt akartam mondani, hogy ez nem sokban különbözik a kereszténységtől, tehát mi is mondhatjuk azt ugyanígy, ez a börtönben ülő anyagyilkos is mondhatta volna, hogy az már nem én vagyok, mert Jézus új szívet adott nekem, és megtértem, és új életet adott. Ezt nem mi érjük el, hanem ezt ingyen kapjuk ajándékba. Nem tettünk érte semmit, ezért kegyelem. Tudod, mint mikor a köztársasági elnök minden évben azt mondja, hogy na nektek megkegyelmezek, és akkor rámutat néhány rablat, csak úgy, és gyakorolja az ő kegyelmét, ezt hívjuk kegyelemnek. És ez az, amit mi Istentől keresztényként kapunk. És ez szerintem sokkal nagyobb annál, mint hogyha én bármit tennék érte. Hiszen a kegyelem az, amit én nem érdemlek meg, amiért én nem tettem semmit, mint egy ingyen ajándék. Szerintem ennél nincsen nagyobb. Annak ellenére, bocs, csak zárójelben, és tényleg nem fogunk ezen összeveszni, amilyen vagyok. Tehát, vagy amilyen voltam Istennel szemben, ő oda nyúlt, és megváltoztatta az életemet. Én azt nem értem a keresztényekben, hogy miért helyezték ki az Istent magukon kívül. Hogyha azt mondjuk, hogy így bennünk lakik az Isten, meg az egész természetnek a része vagyunk, az egész földnek, érted, ha úgy tetszik, mi is egy állat vagyunk a sok közül, és jó, nyilván értelemmel, meg ez így kimunkálódott így az evolúció során, hogy egy ilyen legyen, és enélkül, a föld nélkül nem tudunk élni, hogy képtelenség. Megesszük a halat, akkor az beépül, az a sejtünk lesz. Tehát minden, amit megeszünk, minden, amit belélegzünk, az az éternek a része, az velünk. Tehát akkor így csak az van, amit betáplálunk fejbe, meg fizikailag is így, tehát akkor az az Isten. Tehát az isteni tündöklés, az gyakorlatilag az, hogy visszaadsz valamit, amilyen tökéletesre megvan ez az egész teremtve, és én ezt nem akarom kihelyezni abban, hogy ezt valaki más intézi, szerintem erre nap mint nap nekem van hatásom. De hogy azért kezdetleges az én tudásom, azért szemem látszik, hogy a zenei autodidaktatságomat erre is rátoltam, és nyilván itt egy komoly budi ember az tud erről az egész mesélni, mert ott is a végtelen energia, meg a idő keletkezése előtti idő, nagyon mélyre mennek ők is, és nagyon tökéletesen összerakták ezt a buddhista rendszert. Én nem is tudnék igazából mást mondani, csak hogy én nagyon-nagyon örülök annak, hogy 2013-ban egy ilyen tibeti kolostorban menedéket kaptam, és egy picit most meghúzhatom magam ebben a szép, tágas, szellemi térben, és tök jó, hogy tudok erről veled beszélgetni, nem akarom én ezt hangoztatni, én szerintem nem vagyok buddhista, azt kell talán mondani középerőben, hogy én buddhista mentalitással érdekélő ember. Hát, hogy mert máshogy viszonyulok egy picit a dolgokhoz, belenézek, kételkedek, nyilván magamban a legtöbbet, és ez a fajta harcias dolog, hogy én mindenkit meg akarok téríteni, mert megmentett téged az Isten, nem érted, bazdák, hogy megmentett? De hogy én ilyet már nem. Tehát így mindenki jöjjön rá szépen valahogy magától.
Igen. Ezzel nincsen gond, maradjunk annyiban, vagy tehát én abszolút értem meg azt is, hogy mondjuk akár a buddhisták miért jutnak el erre, de azért számomra keresztény ember számára mindig több lesz az, hogyha valamit ingyen kegyelemből kapok, és a másik ember halt meg azért, amiért nekem meg kellett volna, mint hogyha én magam tenném ezt. Mint hogy a nagyobb áldozat lenne, ha te meghalnál a gyermekeidért, pedig mondjuk nekik kéne jogosan, idézőjelben mondjuk jogosan meghalniuk, bármiért, mondjuk elkövetnének valami szörnyűséget felnőve, és te odállnál a bíró elé, és azt mondanák, hogy bíró úr, inkább engem vigyenek a halálsorra helyettük, és azt mondanám a bíró, hogy rendben, és őket szabadon engedi, téged meg, és te ülöd le a büntetését, vagy te halsz meg helyettük, a te áldozatod nagyobb lesz, mint hogyha a gyermekeid meghaltak volna jogosan, nem? Igen. Erre pont tudok egy jó kis buddhista tanmesét is. Az az öt ember, aki először szegődött a már majdnem megvilágosodott Buddha mellé, hogy ők lesznek a tanítványok. A Buddha azt mesélte róla, megkérdezték, hogy mi kik voltunk akkor neked. És azt mondta, hogy sok előző életemmel egyiképpen sétáltam a szüleimmel gyerekként az erdőbe, és láttam egy haldokló, nagyon sovány tigris anyukát, akinek ott volt öt kölyke. És én annyira megsajnáltam, és annyira együttérzően akart, ez együttérzés a lényeg egyébként a buddhizmus, annyira együttérző voltam azzal a öt kis tigriskőkkel, hogy gyerekként oda mentem, és felfaladtam magamat velük. És sok-sok élettel később ti lettetek a tanítványok. Tehát, hogy így jön vissza, jön vissza a sztori, tök érdekes. Jó. Ezt értem, és akkor maradjunk abban, hogy ezzel zárjuk le ezt a részt, jó? Vagy van még valamit ezzel kapcsolatban szeretnél mondani, mert ez így lekerekítette a... Én elmondtam a keresztény nézőpontot, te elmondtad a buddhista nézőpontot. Van-e, ami benned maradt? Azt, hogy elnézést kell kérnem, mert nagyon lehúztam biztos a kereszténységet, és hogy mondtad is, hogy ilyen általánosokat mondtam a kereszténységről, nem akartam így lehúzni. Ez egy tök jó dolog, de ha valami ilyen kis közösségi beszélgetéseknek van értelme, akkor talán ez, mert hogyha valaki a üzét akarja hallani, az nézze a tévét, vagy hallja ezt. Szerintem tök jó, hogy erről beszélgetünk. Na tényleg nem visszaszívva, nem gyávaságban, hanem azt mondom, hogy tökre nagy respekt, meg tisztelet mindenkinek, aki azt a tudat járja, és elnézést, hogyha az elején nagyon hülyeségeket mondtam, vagy ilyen bántódókat mondtam, nem akartam, de nyilván nem akarom visszaszívni, ez az én véleményem, csak akkor az se legyen, hogy benned meg egy picit azt éreztem, hogy így lesajnálod ezeket a kis buddhista korszakokat, hogy jaj, hát az ő hitük az sose lesz akkora, mint amit ingyen kapok, mert arra meg azt mondom, hogy amit ingyen kapsz, az sose jó. Ha ingyen adok zenét, az sose jó. Ha ingyen megyek egy fellépést, az sose jó. Mi lenne akkor a kegyelem jobb, ami ingyen van? Hát azért, amiért jobb, hogyha te áldozod fel az életed a gyermekeid helyett. Az mindig az áldozat, a helyettes áldozat, az mindig nagyobb lehet. Lehet, hogy nem fogják értékelni, de Janó, nincs az a probléma. Én tudtam, hogy nem fogunk egyet érteni, tehát sőt, az elején ezért is mondtam, hogy nem probléma ez, és azért jó, hogy ezeket elmondtad, mert ritkán ülnek le egymással emberek, és beszélnek át ilyen dolgokat, vagy beszélgetnek ilyen dolgokról, és ismerik meg a másik ember világnézetét. Tehát nem kell egymással egyet érteni ahhoz, hogy meghallgassuk, és megismerjük a másikat. Talán ez az első lépés afelé, hogy az egyik meginduljon a másik oldal felé, vagy fordítva, vagy egymást segítve. Jó, és hogyha holnap reggel kikerülök a 888 címoldalára, vagy a Pesti srácok címoldalára, hogy vallásgyalázó vagyok, és azonnal kikerül, akkor már mellém állsz, meg hozol bablevest. Igen, a börtönbe. Sőt, felajánlom, hogy helyetted leülöm, jó? A büntetés. Oké, együtt. Akkor... Az utolsó két számot létszi, hogyha készültél még az utolsó blokk végére, azt jelzd el, és akkor utána pedig azt itt már voltak dalkérések, azzal lezárjuk, és aztán megmondom, hogy mik azok a töménytelen mennyiségű dalok, amit kértek tőle, de persze nem. Úgyhogy... Na, akkor csináljuk azt szerintem, hogy én bármit szívesen játszom. Akkor... Mondd, hogy akkor miket kértek, olvasd már be egy párat, létszi. Jó. Akkor az első legyen már az én kérésem, mert az tegnap is láttam, hogy pötyögted, és így viszonylag frissem. Ami még ide kapcsolódik, az a szarvastehén, ami egy keresztény dicsőítő szám dallamára íródott, a Mennyben fenn a trónusnál című szám dallamára, és akkor utána pedig még két-három számot majd felolvasok. Jó. Oké.
Ő volt az első, aztán jöttem én. Fekete lyukból így lett fehér. Megkreált engem, létrehozott. Magától vett el falatot. A szél fújta egyszer, aztán a nap szárította meg a vízes hajamat, és a szél rózsa kezdte, aztán a pap állított az útra egy pillanat alatt, hiszen a földet gyönyörű, hiszen az álom sokszínű, hiszed vagy nem mind a tiéd, te fekteted be a reményt, hiszen a földet gyönyörű, hiszen az álom sokszínű, hiszed vagy nem mind a tiéd, te fekteted be a reményt. Az első lélegzik mindenki, aki él, szíveket hajt ez a pici szél, ahonnan jöttünk, oda megyünk, ez a hely csak az albérletünk, mikor indult el ez az egész. Vajon ki lesz majd, hogyha kész, aki bújt nem itt az idő, a legnagyobb hitelező, hiszen a földet gyönyörű, hiszen az álom sokszínű, hiszed vagy nem mind a tiéd, te fekteted be a reményt, hiszen a földet gyönyörű, hiszen az álom sokszínű, hiszed vagy nem mind a tiéd, te fekteted be a reményt. Te fekteted be a reményt, te fekteted be a reményt. Omani vagy nőnk. Köszönöm szépen. Azt el tudod mondani, Janó, vagy emlékszel még, hogy amikor ezt a számot írtad, akkor hogy jött ez a dallam, és hogy jött rá a szöveg? Tehát mi az, ami miatt ezt a kettőt így egy keresztény dicséret dallamát is egy tulajdonképpen... Nagyon-nagyon szép keresztény dalok vannak, én nagyon-nagyon szeretem. Annyira benne van egy csomóban az átszellemültség, az áhítottság, az, hogy kihagyták magukból az egót, és így a dicsőítésre írnak dalokat, hogy ezeket bőven le a kalappal, és én ezeket nagyon szeretem, és valahogy így rájött ez a szöveg, hogy ezt én is akartam énekelni, csak hogy sokszor a keresztény daloknál a szöveg annyira meghatározó, meg determinálja, hogy ha eléneklem mondjuk este egy társaságban, akkor ott van egy ilyen húzás, úgyhogy én meg azt gondoltam, hogy ez a dallam megér annyi mentést, hogy valami szöveg rá is készüljön, úgyhogy ez egy ilyen mentés dal. Jó, köszönöm szépen. Akkor még annyit, mielőtt belemennénk a kérésekbe, hogy a formális része az a mai beszélgetésnek úgy nagyjából ennyi lett volna. És tök jó, ha még maradtok, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és remélem, hogy mindenki tanult valamit, vagy mindenki visz haza magával valamit ebből a beszélgetésből, és iratkozzatok fel, hogyha tetszett, és akkor menjünk tovább, János. A Kovács Angelika kéri a Kis Hit
című számot, még akár legalább a címében ide kapcsolódik. Jó, és akkor mi van még? Hogy csak még készüljek, hogy még hány... Kettőt, jó? Még kettőt. Jó. És ezt, és kis. Még kettőt, jó? A kisit, ja, mondjam előre. Nem, hanem, hogy a dalnak végé, és akkor kicsit még konferáld a következőt? Aha. Úgy legyen? Hogy szeretnéd? Jó. Oké, okay. Okay, ez így jó. Jó. Jó, a kis hit az, ugye ez nem az én szövegem, hanem az a Kemény János kortárs magyar kőkemény költőnek a szövege, és valahogy összesodort minket a sors, meg a rájátszás volt egy ilyen, és akkor kaptam tőle egy csomó szöveget, és nekem ez tetszett. Jól kitoltam magammal, mert borzasztó hosszú szöveg van, és ez a jó magyar beidegződés, hogy á, úgyis minden rossz lesz, az nem hagyjad, már úgyis sikerül. És akkor ezt úgy fogalmaznak, hogy ez a kis hit ettől búcsúzik el. Na. Kis hit, kis hit, kedvesem kis hit, Tipacs mezőn, mezőnyi méreg, bocsáss meg kis hit, kis hit, kis hit, de most itt foglak hagyni téged. A te virágaid mind vadak, de én se leszek már szelíd és senki. Virágozva dúl tovább kis hit, én meg rohanok újjá születni. Itt hagylak kis hit a bűntudatommal, a kérleletetlen logikáddal, és emlékül pedig a törhetetlen üvegből megőrzött pár szemszilánkkal. Megyek, mert vár már egy válogatott kis csapat a hátra levő évek. Én többet akarok kérni annál, vagy éppen annyit, amennyit érek. Nem válogatni az eszközökben, a jövőt uralni végre egyszer, megváltani vagy megjelölni vizelettel vagy képzelettel. Ilyenek járnak a fejemben kis hit, homokos szomorúségra lépni, és sietős léptekkel átvágni rajta, vagy megfutamodni, mint a férfi. Tudom, a pokolra vezető út is az én céljaimmal van kövezve, és tudom, hogy te se csak gonosz vagy kis hit, hanem még ezer más gyógyfüvecske, és ezért persze majd visszavágyom hozzád kis hit a bizonytalanból, hogy masszívnak tűnő roncs legyek újra. Te megbízhatatlan, erős kalandor, de kis vészcsengőket, szirénákat fogadni örökbe, nevelni szépen, gyerek zsivajban hajtogatni, hogy egyszerre mindig csak egy beszéljen, jöjjön csak aminek jönnie kell, aminek dőlni dőljön. A biztosaknál legalább egyel több dolgok vannak égen és földön, ilyenek járnak a fejemben kis hit, szomorú homokos síkra érni, és sietős léptekkel átvágni rajta, vagy megfutamodni, mint a férfi, a lánglelkű hülyét is megdicsérni, a korrekt bölcsnek is ellenállni, jól titkon rúgni a társadalmat, ha meg akar ölni és szabálni. És én mondogatlak és emlegetlek, de mondogathatsz és emlegethetsz. Kis hit, kedvesem kis hit, maradok mégis egyre messzebb. Köszönöm szépen, Janó. Közben lehet kérdésem, illetve felmerült itt kommentek közt feléd néhány. Az egyik az én kérdésem lenne, hogy amiket esetleg kértek, még van, lesz 4-5 szám, amit biztos nem fog beleférni, azt pénteken lesz egy koncertet, ha jól tudom.
Lesz pénteken koncerted? Ha átdobom neked, akkor lehet, hogy felveszed a listákra azokat a dalokat, hogy ne maradjon senkiben Igen. hiányérzet. Tök jó. Akkor Oké, egyik mindenki oké. boldog lesz. A másik, hogy ismered-e Pintér Bélát, illetve Csiszér Lacit, stb. Tehát az ilyen magyar keresztény énekeseket, vagy dicsőítő dalokat, írókat és előadókat. Most, hogy kicsit föl akartam készülni erre a beszélgetésre, beírtam az internetbe, hogy ez az a nap, mert nem jutott eszembe egy sora annak a dalszövegnek, és akkor láttam, hogy egy ilyen nagyon agilis, fiatal srác szinte extázisba a színpadon nyomja ezt a dalt, és 1 millió megtekintés. Úgyhogy ilyen értelemben már ismerem a Pintér Bélának a nevét, de személyesen még nem ismerem, és végülis ez örömteli dolog, hogy ez a, hát nekem kicsit ilyen amerikai típusú dicsőítő feelingek, meg a hídgyülekezete, ez így beindult, meg a hídgyülekezete pont most jelenkorban egy nagyon szar sztorivá kezd válni, mocskos pénz ugye ott is megjelent, meg összefonódások, de hogy éledezik ez a dolog, éledezik ez a dolog, ez biztos, biztos, hogy mindenkinek hasznára válik, hogy inkább ez legyen, mint a szipu, de én konkrét kapcsolatom nincs még velük. De akkor is nem is ismerted a zenéjüket eddig, vagy az ő mai munkásságokat? Nem, én ismerem az ilyen keresztény zenéket, de általában, megmondom őszintén, nekem ezek nem annyira szimpatikusak, mert általában az van, hogy ilyen furcsák nekem ezek a férfiak, ezek a fiatal emberek, akik így éneklik ezeket a szövegeket, olyan szépen, olyan fenomén típusban át tudják ezeket énekelni, és ez nekem olyan furi, nem tudom, szóval nekem valahogy így a rockzenébe beleültetni ezt, ez kicsit nekem mindig ilyen visszás volt, de biztos nagyon aranyos emberek, meg biztos tök jó, és néha én is gondoltam már pillanataimban, hogy szeretnék egy ilyen keresztény lemezt összehozni, meg tök jó lenne egy ilyen keresztény zenekarba játszani, de ezek a leszabályozottságok, hogy szóval azért ezt lássuk be, hogy szóval a tudatban hatalmas kapuk vannak, amiket ki lehet nyitni. Én elhiszem, hogy van egy ilyen gyülekezeti estén olyan szellemi energia, hogy ott akkor mindent kinyitnak, de nekem nagyon steril az a közeg. Azt látom, hogy nekem az nagyon steril, ettől függetlenül lehet, hogy jó. Én egy kicsit azt hiszem, hogy mélyebbre mentem, sajnos bizonyos dolgokban. Jó, akkor a következő szám, amit kértek, az a dualizmus, illetve nem ezt kérték következőnek, csak hát egy kicsit ilyen szubjektív alapon az egyik kedvenc számom, és akkor gondoltam, akkor én kérem. Minden szentnek maga fele ugye? Nyúlik. Ugye? Te vagy az én bogaram, én a te zsiráfod, te gyűjtöd a magokat, és én mindig vadászok. Én nézem a szemedet, te nézed a számat, én gyújtom meg a tüzet, és te hozod a fákat. A közérben is tetszel, és ahogy a sort kivárod, a legjobban tetszik, hogy velem van tele az álmod. Hiába is próbálom, már nem fogom megbánni, téged kell az életem legvégén is majd látni. Neked kell az alkohol, nekem kell a spangli, én lógok a levegőben, te mondod, hogy tarts ki. Én vagyok az aranyos, te vagy, aki csillogsz, nélküled nem fényes semmi, te vagy ez a cinkos. Yeah! Éjszakából vezetnek ki zarándok utak, minden ember arra képes, amit magának felmutat. Meg kell jelölnöd majd egyszer demarkációs pontokat, ütve fúrnod kell majd mélyre magadba, hogy megmaradj, csak ne kövesd a sorsodat. Meg kell állnod, és hát egyszer ne kövesd a sorsodat.
Köszönöm, Janó. Annyit, hogy ez egyik ige hirdetésemben, még a teológián a második verszakát felhasználtam ennek a számnak, úgyhogy ennyire közel áll hozzám, és idéztem. Jó, belefér még kettő, egy és egy utolsó. Persze. Jó, akkor válasz te, jó? Mármint, hogy mondok néhány opciót, és akkor legyen okay. A bosztoni galamb, gólya, 400 méter, Ábel, változás, chill. Ábelt kérte valaki, de jó, az egy nagyon ritkán játszott dal. Chill, az nem is tudom melyik. Jó, akkor megpróbálom az Ábelt eljátszani. Tök jó. Szombaton nagy dolog történt, a madarak egész nap azt csiripelték. Felébredt az ágyban a bátorság, Ábelre ébredt a világ. Ez volt neked az első nagy út, jó, hogy pont én lettem a tanút. Hitel, bátorság nélkül nincs távolság, mert a csodába lépcső állsz. Én nem tudom még, hogy élet túl, nem tudom, de drukkolok piszkosul. Megtörténik minden, aminek történnie kell. Hidd el, egy őrületes flash ez a hely. Talán nem is hozzám indultál, mégis engem ott lent találtál, és mosolyogtál rám, meglepődtél, hogy így sikerült. Egyedül lejöttél, az kiderült, te kis elvetemült, te mindent látsz és te táplálsz. Még nagy dolgok várnak rád, na de te mit vársz? Ha én a bajban majd nem leszek ott, magadra kell csak hallgatnod, és ugyanígy sikerülni fog. Én nem tudom még, hogy élet túl, nem tudom, de drukkolok piszkosul. Megtörténik minden, aminek történnie kell. Hidd el, egy őrületes flash ez a hely. Én nem tudom még, én nem tudom még, hogy élet túl. Hogy élet túl, nem tudom, de drukkolok piszkosul. Megtörténik minden, aminek történnie kell. Hidd el, egy őrületes flash ez a hely. Ha-da-da. Hát autentikus formában így is szólhat ez a dal. Nagyon jó. Tényleg is, tényleg nagyon jó. Ritkán játszott, de nekem is az egyik személyes kedvencem. Ami viszont talán még ennél is jobban ide passzol, és ezt szeretném kérni, bár nem biztos, hogy el fogod tudni játszani, bár tudja, a mindenféle emberek istene, hogyha ezzel zárnánk a mai jó. etűdöt, akkor az tök jó lenne. Jó, és köszönöm. Oké. Köszi. Persze. Hölgyeim és uraim! Keresztények, reformátusok, katolikusok, evangélikusok, buddhisták ma vannak, mindenféle emberek, Istene jelen van, legyen jelen.
Amen, shalom, omani padme hung, és salam alaikum. Egyre több minden nem biztos, egyre több minden nem értek. Egyre több minden nem biztos, egyre több mindent nem értek. Egyre több az ismeretlen, és olyan hosszú már a képlet. De az esély mégis megvan, hogy mondjuk egy somogyi szával, legyen a következő Dalai Láma. Hát ébresztő legyen emberek, a lelketek, a repülőgépetek. Fogjuk fel úgy, mint egy ajándék az internacionálét. Mindenféle emberek istene, figyeljen! Mindenféle emberek istene, figyeljen! Mindenféle emberek istene, figyeljen! Mindenféle emberek istene, figyeljen! Figyeljen! Figyelj! Magasról nézni a kilátást, vagy közelről hallani kiáltást, személyi sofőr mögött ülni, vagy minden autóra fütyülni, repülni idegen városba, vagy itthon szállni fel egy buszra, élni vagy életet mímelni, hinni nem mindegy, vagy hirdetni. Ébresztő legyen emberek, a lelketek, a repülőgépetek. Fogjuk fel úgy, mint egy ajándék, ezt az internacionálét. Mindenféle emberek istene, figyeljen! Mindenféle emberek istene, figyeljen! Oh, mindenféle emberek istene, figyeljen! Mindenféle emberek istene, figyeljen! 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 Nagyon szépen köszönöm, Janó, és köszönöm, hogy itt voltál, és átbeszéltük ezeket a dolgokat, tök jó volt, remélem jól érezted magad. Igen, igen. És köszönöm nektek is, hogy megnéztétek ezt a beszélgetést, tényleg reméljük, hogy tanultatok belőle, magatokkal visztek valamit, és kövessetek minket, és kövessétek Jánost is, menjetek a koncertjeire, és vigyázzatok magatokra. Isten veletek, sziasztok! Isten veletek, hello!